A holland székhelyű booking.com szállásközvetítő cég az idén nyáron világszerte visszafogta a kifizetéseket, és hát meglehetősen sok magyar szállásadót is kényelmetlenül érintett, az, hogy nem kapták meg a pénzüket, meg másfajta problémák is voltak. Szatmári Krisztofa Fidesz frakció vállalkozás fejlesztési kabinettjének a vezető vendegémi. Jó estét kívánok. kívánok! A hírek szerint önöknek van egy elképzelésük arról, hogy hogyan lehetne rövid pórázra fogni ezt a bizonyos bookingot, van egy törvényjavaslatuk ezzel kapcsolatban. Mi, a, mi ennek a lényege, mi áll a homlokterében terében a javaslatuknak? Hát nem csak egy elképzelésünk van, most már szerencsére van kodifikált jogszabályi tervezet is. Ezt gyakorlatilag egy három-négy hónapos munka előzte meg azok a kedves nézők, akik esetleg vagy érintettek, vagy nyomon követték ennek az ügynek a fejleményét. Itt is foglalkoztunk, itt is Így beszéltünk van. már erről. Pontosan tudják, hogy ugye ez valamikor augusztusban ért el a csúcsát ez a, ez, a, ez a probléma, ez a nem fizetési probléma. Több ezer, de akár itt, itt tízezre számba is lehettek magyar vállalkozások, akik nem kapták meg időben a pénzüket. Szerencsére ez a helyzet megszűnt. Részben talán a határozott magyar kormányzati fellépésnek, hiszen a környező országokban Európában nem mindenhol fizette ki egyébként a booking-a, még mindig vannak tartozások, nálunk szerencsére 98-99%-ben nincsen. De akkor is azt mondtuk, hogy rendben, az ügyet megoldottuk rövid távon, de nézzük meg, hogy milyen olyan jogszabályi változtatások lehetnek, amelyek a jövőben elkerülik, vagy előzik ezt a, ennek a helyzetnek a kialakulását. És a javaslata, ez egy picit túl is megy a bookingon, ugye, aki esetleg szakmailag érdeklődik iránta, a, törvés, a törvés javaslatnak két lába van, egyrészt általánosan próbál szabályozni bizonyos nagy digitális szolgáltatókat, nem csak a bookingot, az Európai Unió joga ismeri a kapuőr, Cégeket, ezek az Amazontól kezdve azok a nagy digitális szolgáltatók, amelyek sok százezer, tízezer... Magánszemélyel és kisebb céggel állnak kapcsolatba, és a javaslat másik része az kifejezetten a szálláshely szolgáltatókra vonatkozik. Most az eredeti terveinkhez képest nem sikerült mindent beletenni, beleütköztünk jó néhány egyébként uniós jogi problémára, ez talán egy külön műsort megérne. Amit bele tudtunk tenni itt minisztériumokkal egyeztetve, azok alapvetően olyan ö, ö, hiányosságok, amelyek előjöttek a booking ügy kapcsán, nincs magyar nyelvű tájékoztatás, nincs magyar nyelvű ügyfélszolgálat, mit lehet betenni egy általános szerződési feltételben, mit nem lehet betenni, ezt nyújtottuk be, valószínűleg át fog húzódni, és sem biztosan sem át fog, fog húzódni. húzódni, kell egyeztetni az unióval is, de a szezonra szeretnék egy elfogadott jogszabályt. De te ezek szerint a, az önök tervezete szerint az abszolút unió kompatibilis. Hát ez az uniónál biztosan sosem lehet mondani, de a kollégák úgy rakták össze az anyagot, hogy valószínűleg egy viszonylag egyszerűbb egyeztetési folyamat alapján, lehet, hogy kisebb módosításokkal, de ezek Unió uniókompatibilis módosítások. A bookingot sikerült tárgyalniuk érdemben? Hát a bookinggal voltak egyébként alapvetően a gazdasági versenyhivattal nagy segítséget ö, nyújtott ennek a törőmérsékletnek az elkészítésében, hogy a gazdasági versenyhivattal, az ugye lefolytatott egy vizsgálatot, annak az eredményeit ugye lehetett követni, ő kommunikált egyébként közvetlenül a bookinggal is, hiszen a vizsgálat az maga bookingnál folyt, az ő javaslataikat emeltük át, de egyébként más szervezetek is, például a Budapesti Kereskedelmi Sikupark is nagyon sok javaslattal, észrevétellel próbálta gazdagítani ezt a törvénytervezetet. Miért kellett külön venni ezeket a kapuőr cégeket és külön a szállásadó cégeket? Az én fejemben ez eléggé hasonló egymáshoz. Nem? Tehát mondjuk az Amazonnak is beszállítanak kis cége, az nagyon hasonló ahhoz, mint hogy a bookinggal kapcsolatban vannak kisebb szállásadók. Hát egyrészt azért, mert szélesíti? így szélesíti. Tehát egyrészt nem szerettünk volna úgymond lex Bookingot, bár azért alapvetően ez arra a problémára egy válasz. De ugye láttuk azt már az javaslatok elején is, hogy, hogy ö, itt nem csak a booking, lehet ilyen visszaéléseknek a tárgyai, vagy ilyen ö, nem kívánatos piaci magatartásnak, ezért vizsgáltuk meg azt, hogy az uniós keretek között kik azok, akiket lehet ilyen módon szabályozni. Ön említette azt, hogy ez a törvény meghatározza azt is, hogy mit lehet belevenni az általános szerződési feltételekben, mit nem. Tudna nekem néhány példát említeni, mikor különösen aggályosak hát voltak? Például, például egy nagyon lényeges pont most bekerül, hogy tisztességtelen piaci magatartásnak minősül, és a törvény szerint a jövőben a gazdasági versenyhivatal vizsgálhatja azt, hogy 45 napnál hosszabb fizetési határidőt nem lehet kikötni általános szerződési feltételekben. Tehát például ez az egyik olyan alappont, ami miatt uh -huh. például a nyári botrány esetében a magyar cégek nem számíthatnak kárpotlásra alapvetően, bár a booking többeknek állítólag fizetett egyébként ilyen fájdalomdíjat, uh -huh. de nem lett volna perelhető a booking, mert az általános szerződési feltételekben ő kvázi egy olyat írt bele, hogy a világ végén meg plusz két nap, hogyha olyan a helyzet, akkor fizet. Na a jövőben ilyen szerződési feltétel tisztességtelen piaci magatartásnak minősül, és hivatalból vizsgálhatja a gazdasági versenyt. És szankciót is tettek mellé? Hát a szankció az maga a gazdasági versenyhivatalnak az eljárása, aminek a végén, ha megállapítja, hogy tisztességtelenül folyt a, a, a verseny, akkor. Szabhat ki szankciót. A Bukinak egyébként már volt ilyen, nem ez ügy miatt, más ügy miatt, tehát a gazdasági verseny a jól végzi egyébként Magyarországon a munkája. A probléma volt abból is, hogy az árfolyam változásoknak a hatásait teljes egészében ráterhelték a szállásadókra, vagyis a kockázatot egy maga az a kis szállásadó, aki csak egy szobát vagy egy kis házat ad bérbe. Erre sikerült megnyugtató megoldást találni? Hát ez is a törvényjavaslat része, tehát nem lehet egy egyoldalúan, tehát vizsgálhatja ugyancsak a gazdasági versenyhivatal, Sibátán. hogy nem lehet egy egyoldalúan ráterhelni a szállás, tehát bármely, ez egyébként a bármely szolgáltatóra igaz, tehát nem lehet egyért egy oldalúan ráterhelni. De egyébként a szálláshelynél van egy másik érdekes dolog, ami nem közvetlenül a nyári ügyből következik, ez egy másik korábbi probléma volt, a gazdasági versenyhivatal javaslatára tettük bele, például azt, hogy a bookingnál nem lehetett például a booking árhoz képest olcsóbban hirdetni a saját oldalon. Na, ez is bekerült a törvénybe, tehát nem írhatja elő a booking, vagy bármely más szolgáltató, más szállásra szolgáltató a jövőben, hogy kötelezően olyan áron, vagy drágában kell adni a saját honlapon reagáltak bármilyen szempontból, mondjuk a Booking vagy akár a többi szolgáltató. Hát, ez, ez, még, le... ez még friss azért, tehát ugye az volt az alapcél is, hogy be tudjuk nyújtani idén, hiszen 3-4 hónapot a notifikációs eljárás igénybe fog venni ez gyakorlatilag tavaszra megy, szerintem fog reagálni a booking is, a más szálláshely szolgáltatók is működnek természetesen Magyarországon, meg fogjuk várni az ő véleményüket, és ha előre mutatok, akkor természetesen nyitottak vagyunk, hogy ezt beépítsük a javaslatba. Közben eszembe jutott még egy dolog, a booking rendszeresen használta azt a trükköt, vagy legalábbis én trükknek éreztem, hogy folyamatosan sürgetett, hogy sorban állnak mások is, be akarnak foglalni, azonnal, most foglald le, és akkor erre vonatkozóan? Erre vonatkozólag is van a gazdasági versenyhivatalnak javaslata. Ezt nehéz törvényben megfogalmazni, hogy ez pontosan mit jelent. A gazdasági versenyhivatalnak ezügyben én úgy tudom, hogy egyébként vannak már iránymutatásai, hogy ezek nem a tisztességes piaci magatartás jelentik, ugye amikor azt sugalja, hogy akkor most azonnal kell döntsed, mert egyébként még hárman nézik rajtad kívül ezt, és, hogy, és már csak egy szoba van, és hogyha nem foglal, tehát ezt is a jövőben egyébként vizsgálhatja a gazdasági versenyhivatal. Ez nem a törvény része, mert ugye ez, ez egy inkább egy részletszabály, de ilyenekre is próbálunk odafigyelni törvényhozási, jogalkotási szinten. Lehetett hallani olyan problémákról is, hogy a kommentek közül, hát, hogy mondjam, Szelektíven jelentetnek meg az oldalon, a negatív kommentek ritkában kerülnek be. Ezzel kapcsolatban sikerült? Hát ilyen, ilyen részletszabályokkal, részletszabályokkal, azokat majd az, az, az egyedi javaslatba, eset, igen, 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 megfogalmazni. Az alap problémákat tártuk föl. Egyébként a jövőben a nagy kérdés, és talán itt az a Magyar EU elnökség egy jó időpont lesz erre, ugye? A, azért nem tudtuk szélesebben ö, ö, ide behozni ezt a javaslatot, mert az Európai Unióban ö, azt vettük észre, hogy az, amikor az alap ö, jogszabályok megszülettek, akkor abból indultak ki, hogy egyenragú piaci felek kötnek szerződést egymással. Na, jó, de. Ez 20-30 éve még így is volt. De ma ugye a digitális világban nem egyoldalúak a, a szerződések, gyakorlatilag a vállalkozók egy része, fogyasztói kategóriában, fogyasztói minőségben van a vállalkozásokkal szemben, de ezt nagyon nehéz lekönt. Egy példát mondok, amit csak részben sikerült kezelni a törvényben, az például az, hogy mi szerettük volna töröltetni azt, hogy a booking, vagy bármely más ilyen nagy szolgáltató egy oldalúan mondjuk a holland jogot köti ki. Mert ugye egy magyar vállalkozó, ha jogsérelem méri, gyakorlatilag hogy megy el Hollandia? Súlyos hátrány. Így van. Ki. Most mi azt tudtuk beleírni a törvénybe, hogy ugyan kiköthet holland jogot, de valamiféle jogsegély magyar nyelven biztosítani kell. De ez a jövő kérdése, hogy szerintem az uniónak ezzel foglalkozni kell, mert értjük a vállalkozások szabadságát, de ezzel gyakorlatilag sok vállalkozás jogképességét veszi el a jelenlegi szabályozás. Szatmári Kristóf, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.